A Tatai Festőkör tagjai lelkes amatőrök, akik a festést választották kikapcsolódásul. Bázisuk a Menner Bernát Zeneiskola. A festészeti csoport a zeneiskola keretén belül működik Tatán 60 fővel. Az oktatás különböző kis csoportokban folyik, korosztályok szerinti megosztásban. Az egyik iskola az államilag támogatott, tehát és a szülők által finanszírozott, a amatőr felnőtt csoport pedig önmagát, tehát egy önképzőkör tulajdonképpen. Vannak közöttünk nyugdíjasok, vannak közünk fodrász, vegyész, tehát olyanok, akik gyerekkori álmukat dédelgetik magukba, és hát valóban ez egy nagyon-nagyon drága hobbi, meg időigényes. Tehát igazából a festészet szerelmesei, akik nekiállnak festeni, mert hogyha így reálisan nézzük, nem mindig kifizetődő festenek. Meg lehet tanulni festeni egyébként? Hát igazából meg is lehet, meg nem is. Tehát egy élet is kevés ahhoz, hogy az ember azt mondja magáról, hogy kész és teljes festő vagyok. Ez bizonyítja szerintem ez a kiállítás. A legkisebb alkotók szerintem az egyik legügyesebbek is, ha itt mögöttem levő selyemképeket nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy annyi báj, frissesség, festőiség van benne, hogy szerintem az a feladat, hogy ezt megőrizzük egész nyugdíjas korunkig. Nem lehet, hogy a kisebbek még mindenféle félelem, meg tapasztalat, meg minden nélkül festenek. Így van, tehát bátran belemerik vinni az érzelmeiket, és ezt a külső világ megtanít bennünket, hogy sok fele hibázzunk, és ezt gyakorlatilag a festés során ezeket a gátlásokat valóban le kell vetni, mert a kreativitás egyik gátja az, ha az túl erős kritikai környezet. Ahhoz, hogy eredményes festők legyenünk, ez rengeteg időt, energiát kell ráfordítani, meg sok türelem, meg koncentrálás kell.